Recording is on. Szeretettel köszöntöm az Arszakra Alapítvány és a Magyar Katolikus Rádió immár 5. online filmklubjának nézőit. A mostani májusi filmünk a Könnyű leckék című dokumentumfilm. Itt van velünk a film rendezője, Zurbó Dorottya. Itt van velünk a film főszereplője, Kafia, és beszélgető társam Eperjesi Tamás, szupervízor. Szeretettel köszöntelek benneteket! Sziasztok! A Könnyű leckék egy fiatal lány, hát most már lelőttük, hogy ugye Kafiáról van szó, Magyarországra érkezik, és itt próbál boldogulni kihívások, örömök közepette. Mielőtt még itt nagyon belemennénk a részletekbe, az első kérdésem az Dórihoz és Kafiához szól, hogy ti hogyan találkoztatok, hogyan kezdődött közöttetek ez a kapcsolat, hogyan indult egyáltalán az, hogy ebből egy dokumentumfilm legyen? Köszönjük a kérdést. Hát ez egy, most már egy régi történet. 2015-ben találkoztunk Kafival, 6 évvel ezelőtt, és igazából akkoriban a Fóti kísérő nélküli menekült kiskorúak gyerekotthonába találkoztunk, és én akkoriban olvastam egy cikket menekült gyerekekről és fiatalokról, akik egyedül érkeznek Európába, és egyedül teszik meg ezt az utat embercsempészek segítségével, el kell menekülni a saját hazájukból, és egy új életet kezdeni egy teljesen másik kulturális közegben. És amikor olvastam ezt a cikket 2015-ben, akkor engem ez nagyon megérintett, hogy gyerekként, fiatalként, kamaszként egyik napról a másikra fel kell nőnöd, és el kell hagyni a szeretteidet, azt a biztonságos közeget, amiben felnőttél, azt a helyet, amit ismersz, a családokat, a barátokat, és új életet kezdeni. És akkoriban az is foglalkoztatott, hogy ez egy picit a magyarországi menekültválság előtt történt, amikor én találkoztam ezzel a cikkel, és arra gondoltam, hogy nem tudunk semmit ezekről a gyerekekről, fiatalokról. És akkor én így jutottam el a Fóti gyerekotthonba, és hát a véletlenszerű találkozásunk ott történt Kafiával, és ami nagyon érdekes volt, hogy akkoriban ugye ez a gyerekotthon fogadta be a kísérő nélküli menekült kiskorúakat, akiket elfogtak a határon, és rengeteg kamasz fiú, tehát ez az otthon mindig tele volt, 200-300 kamasz fiúval lehetett találkozni Afrikából, az Afganisztánból, Szíriából, és Kafia az egyik barátnőjével voltak az egyedüli lányok, és hát azon kívül, hogy azonnal kíváncsi lettem Kafira, meg szerettem volna megismerni a történetét, az is nagyon izgatott, hogy lányként milyen megtenni ezt az utat, vagy lányként milyen új életet kezdeni. Úgyhogy igazából az első találkozásunk ott történt, de a filmbe akkor nem kezdtünk még bele, hanem eltelt egy kicsi idő, és aztán pont, picit bonyolult ez a történet, de pont kitört a menekültválság 2015 nyarán, augusztusán, és furcsa mód ez a gyerekotthon akkor teljesen kiürült, de mindenki megpróbált elmenni nyugatra, és ami egy ilyen sorsszerű dolog volt, hogy amikor én legközelebb visszamentem a Fóti gyerekotthonba, hogy találkozzak azokkal, akik itt maradtak, meg kíváncsi voltam arra is, hogy vajon Kafia itt maradt, akkor kiderült, hogy szinte mindenki elment, viszont Kafi úgy döntött, hogy itt marad Magyarországon, és itt kezdi el az életét, és kapott szállást egy másik budapesti gyerekotthonba, és a mi filmünk innen indult. Kafi, a te szemszögedből ez milyen? Hogy nézett ez ki? Amúgy teljesen ugyanez, először is sziasztok. Teljesen ugyanez, mint amit mondta Dori. Én is akkor éltem a Fóton, és akkor volt, amikor elkezdtem tanulni a magyar nyelvet, és annyira nem is tudtam tényleg nagyon jól beszélni magyarul. És aztán ott éltem egy másik szomáli lányjal, aki csak ő is egyedüli lány volt, és még én, csak ketten voltunk sok fiú között, Fóti gyermek otthonban, és akkor jött először a Dorottya ott,
Nagyon jó volt az első találkozásunk, én azt gondoltam, hogy nagyon szimpatikus, és mert tényleg izgalmas volt, amit mesélt Dori akkor. És aztán volt egy kis dolog, ami miatt Fultról el kellett költöznöm Budapestre, és pont akkor volt, amikor kezdődött menekült válság itt Magyarországon. És hát tudod, sok ember már akkor már elment tovább másik országba, Fultiger meg otthon is teljesen üres lett utána. Engem és még pár kis menekültek pedig Budapestre költözték, akik jártak annó iskolába, és utána még egyszer találkoztunk Dorottyával, és akkor meséltem meg, hogy teljesen neki mi volt az ötlete, és egy dokumentumfilmet szeretett volna forgatni, és így onnan akkor kezdődött teljesen igazán a mi történetünk. Igen, egy közös kávézás. Indult. A film címe az, hogy Könnyű leckék, és hát ugye a film során így figyelemmel kísérjük, ahogy Kafi a magyar történelemmel, a matematikával, ezekkel a különböző leckékkel küzd, ezekkel a kihívásokkal küzd, és ugye különböző interjúkban már sokat beszéltetek arról, hogy mik voltak a beilleszkedésnek a nehézségei. Most engem az érdekelne, hogy mi az, ami tényleg könnyű volt? Mi az, ami nagyon tetszett már, mondjuk rögtön az elején, vagy megfogott, és hogy magadra ismertél benne, nagyon megtetszett Magyarországon. Mi volt az? Volt-e ilyen? Szerintem az első, ami nagyon könnyű volt, azt mondanám a kultúra. Tudtam, hogy engem mindig érdekelt a másoknak kultúrája, és ez nem volt annyira nehéz dolog elfogadni a másoknak kultúráját. Mondjuk, hogyha így most visszanézve, ez volt talán a legkönnyebb dolog, ami nem volt annyira, mint könnyű leckék. ami nem volt annyira nehéz, de... Ja, igen, szerintem ez volt első. Persze voltak más dolgok a kultúrában is, ami mindig nehéz, de ezért több része szerintem azok voltak, ami könnyűk. Dóri, te ezt, mint rendező, hogyan láttad? Hát, hogy mi lehetett könnyű? Hát igazából nekem, hát én mindig azt gondoltam, hogy én mindig próbáltam megfordítani ezt a helyzetet, tehát az első perctől kezdve így visszagondoltam arra, hogy én mennyire voltam érett, vagy én milyen voltam 16 évesen, és vajon meg tudtam volna csinálni ezt az utat, vagy tudtam volna, tehát hogy tudtam volna végigcsinálni azt az élethelyzetet, amiben Kafi volt, hogy mondjuk én 16 évesen, hogyha ez egy fordított helyzet, egyedül ott vagyok egy afrikai országban, ahol meg kell tanulnom a nyelvet, a kultúrát, a történelmet, és akkor ez csak a felszín, ugye erről szól a film is, hogy vannak a kihívások, amiket meg tudunk ugrani, akár a tanulás, megszerezni a papírokat, beilleszkedni, munkát találni, de hogy mégis van tehát hogy mindig van a lelkünkben valami, amivel nem tudunk elszakadni otthonról. Szóval én mindig megfordítottam ezt a helyzetet, és lehetetlen vállalkozásnak tűnt, és csodáltam a kafiát végig folyamatosan, hogy hogyan veszi az akadályokat, és hát szerintem ez nem ment volna anélkül, ami megvan a kafiban, ez az elképesztő kíváncsiság, nyitottság és érdeklődés. És ezt szerettem volna beletenni a filmbe, hogy ez enélkül nem ment volna. Tamás, te mint szupervízor? Igen, hát őszintén nagyon örülök, ez én is tudok kapcsolni ennek a kérdésnek, Ágoston, mert ugye én végig érzem ezt az ellentmondást ebben a filmben. Ugye az a cím, hogy könnyű leckék, easy lessons, de valahogy ez végképp nem könnyű. Tehát ezt igazából nézzük, és egy csodálatos emberi történet, és nagyon, nagyon köszönöm nektek, hogy ezt megmutatjátok, és a részesei le. De azért a könnyűséget én érzem. Tehát végig van egy ilyen nagyon furcsa érzés itt ezt, és annyira szorít az ember tulajdonképpen Kafiának, annyira szeretné, hogy ez könnyű legyen.
És végig ez jutott eszembe, hogy kitartás, helytállás, ezek annyira erős fogalmak, és mindezt Dorottya olyan intimen mutatja be nekünk, olyan intimen osztod meg, sok közeli képpel, egy nagyon erős női film is készült. Ez tudatos volt-e, amikor találkoztatok? Nő a rendező, nő az operatőr, ugye nő a producer, és nő a főszereplő. Igen, igen, igen. Teljes női csapat. Igen, egyébként ez tudatos volt, az operatőr választás kivált kép, mivel hogy én szeretek mindig mini intim stábbal forgatni, tehát a forgatások nagy részén Natasha Pavlovskaja az operatőr volt jelen, és én, és gyakran én is vettem a hangot. Néha csatlakozott hozzánk egy női hangmérnök, és pontosan azért, mert hogy tudtam, hogy én úgy szeretek forgatni, és igazából azokban a helyzetekben érzem magam én is jól, amikor ilyen belsőségesen pici stábbal tudunk forgatni, és azt gondoltam, hogy ez a kafiának is könnyebb, hogyha kevesen vagyunk, hiszen annyira személyes dolgokról a lesz szó, és a Kafi beengedett minket a legintimebb tereibe, és hogy ott meg kell születni egyfajta bizalomnak a stábtagok és Kafi között, és úgyhogy ez az elejétől fogva tudatos volt, hogy legyen ez egy picike női stáb, és örülök, hogyha ez a filmen is érződik. Köszönöm szépen, Kafi, hagyd kérdezzem meg, hogy te hogy vagy ezzel a könnyű leckékkel? Van egy olyan erős rész a filmben, amikor arról kérdeznek az osztrák-magyar monarchia. Hát ugye ez egy rendkívül nehéz rész, erről kérdeznek, és hogy azt mondja ugye a tanár, hogy gyere ide, állj közénk, azt hiszem, vagy úgy szól, hogy gondolj arra, hogy mi van akkor, amikor valaki elmegy, ugye emlékszel rá, mikor kerekedik föl valaki, gyere ide, állj közénk, van egy ilyen... Hogy vagy te ezzel egyébként? Mi történt azóta az ideálással, Magyarországgal, és hát ennek az egésznek a könnyedségével, ami a filmnek a leckében megjelenik? Hát nagyon emlékszem amúgy azt a részt a filmben, amikor magyar történelem tanárom próbálkozott tanítani engem a magyar történelemet. Persze mindig akartam is tudni, és ez izgalmas volt, csak a magyar történelem, meg az egész európai történelem teljesen új dolog. Mi Afrikában egyáltalán nem tanulunk semmit az európai történelemről, vagy tanulunk kicsit, de ilyen színesen tanulunk. De igazából nagyon jó volt, mert sok mindent tudtam abban az országban, ahova jöttem, és ez szerintem fontos, hogyha valaki egy országba jön, nagyon fontos tudni, hogy hol van, mi a története ennek az országnak, és emiatt hálás voltam, hogy annyira nyomott rám a tanára, hogy tudják, hogy mi történt pontosan, és fel tudjam fogni a fejemben. De igen, jó volt, igen, és még mindig is jól tudni, mert tényleg így tudok csak megtalálni helyemet ebben az országban. A könnyedségről kérdeztelek, és ez lenne, amit még én most nagyon érdekelne, vagy amit szívesen megkérdezném. Mert hogy azért ez nem lehetett könnyű. Tehát erről beszélni sem a legmélyebb érzéseidről, az édesanyádról való viszonyról. Az, hogy hogyan állsz helyt ebben a megváltozott közegben, és hogyan leszel komoly felnőtt. Mennyire tudtál könnyen beszélni erről, és hogyan értékeled ezt most az eltelt két év alapján? Ahogy mondja a filmben is, az az igazság, hogy persze nem volt könnyű, de én olyan típusú vagyok, aki szereti, hogy nem szereti panaszkodni, hogyha valami nehéz, mindig úgy látom, hogy lehet, hogy most nehéz, de biztos jobb lesz, és akkor ez nézek mindig, ez segít mindig előre nézni, és ne gondolkodni ebben a nehéz dologban. Nyilván nem volt könnyű egyáltalán, persze ezért, mert minden teljesen új volt, minden, amit kellett tanulni, egyáltalán nem tudtam róla, de szerintem egy ember csak akkor tud felnőtt lenni, hogyha tud fejlődni, akármilyen nehézség. Hogyha valaki nem tud fejlődni, akkor nem tud felnőttnek lenni,
és szerintem ez segített nekem, hogy mindig tudtam, hogy okay, persze senkinek nem könnyű az élete, mindenkinek van története, mindenkinek van nehézsége, és ezt kell mindig, hogy persze van egy nehézség, de ez nem jelenti, hogy egy helyen kell ragadni. És azok a megadott a helyzeteket tanulni kell, és akkor tovább lépni, és tényleg így menni, és mindig így néztem, és amiatt nem volt annyira, hogy nehéz volt, de ezért tudtam tovább lépni. Érezted-e esetleg már a film készítések közben, amikor beszéltél, hogy vajon sokan erőt és bátorítást meríthetnek-e a te történetedből? Felmerült-e ez benned, amikor ezekről beszéltél? Másoknak, vagy magamnak? Hát én azt gondolom, hogy másoknak is, hát magadnak az biztos, hogy egy nagyon fontos rész volt, de hogy vajon másoknak is? Hogyan volt hát ezzel? Igen. Meg Dórival is pont ezért mondtam igen a filmnek, hogy sokan nem tudják a mi történetüket, és hogy milyen nehézségek keresztül megyünk. Nem az, hogy honnan jöttünk, hanem tényleg, amikor megérkezünk egy biztonságosabb országba, ugye? És lehet persze, mint menekült, ez nehéz. De ezért vannak olyan emberek, akik ebben az országban élnek, és ők is nehézségben élnek, ugye? És hogy megmutatod nekik, hogy igen, mindenkinek van nehézsége, és tudunk tovább lépni, és hogyha én tudok tovább lépni, és én is a nehézségek ellen tudok fejlődni, akkor mások is tudnak, és ez volt szerintem számomra az üzenet, hogy mások is így tudják erősíteni, nem csak magamnak. Még az intimitás kérdéséhez, ami számomra a legintimebb volt, egyrészt ez a vallomásos jelleg, másrészt a családdal, édesanyáddal való kapcsolat bemutatása. Hogyha erről lehet egy pár mondatot vele, most milyen a kapcsolat, tudja-e, hogy veled mi történt azóta, követi-e a te életedet? Amúgy azok a jelenetek, az a Dórinak ötlete volt, mert látta, hogy van belüli harc, hogy próbálkozok ezt az életet élni, amit itt akarok élni, de mégis van egy másik életet, amit akarom megtartani a családommal, az anyukámmal kapcsolatban. És szeretett volna Dorottya azt megmutatni, tényleg mélyen. És azóta anyukámnak elmondtam, hogy modellkedek, meg minden más, amit csinálok itt Magyarországon. Én nem mondanám, hogy annyira jól sikerült, mint ahogy akartam volna, de vele mennyi szinten most kibékültem magammal, hogy nem két életet élek, hanem ő is tudja vele mennyi szinten minden, amit csinálok, és nem kell mindent titokba tartani. Szóval ez egy előrelépés volt most már, de még vannak dolgok, ami inkább jobb nem beszélni velük. És Dóri, a te oldaladról, mint rendező oldaláról, ez az intimitás bemutatása, ez hogyan volt? Igen, ez a... Tehát már másfél éve forgattuk Kafival a filmet, és hát ugye a dokumentumfilm készítésnek mindig az a szépsége, hogy egyre jobban megismerjük egymást a szereplővel, Kafival, egyre mélyebb lesz a kapcsolat, és egyre inkább megértem én is azt, hogy mik azok az igazán mély emberi küzdelmek, amik Kafi lelkében dúlnak, és igazából azt éreztem, hogy akkor, hát hogy fantasztikus volt látni, hogy a Kafi mennyire ambíciózus, és mennyire küzd, és mennyire okos, és mennyire kitartó, és az elejétől fogva tudtam, hogy ez tud egy inspiráló történet lenni, de fontosnak éreztem megmutatni azokat a rejtett, láthatatlan dolgokat is, amik a siker és a küzdelem mögött vannak, ami egy folyamatos lelkiismereti konfliktus, akár ezektől a számunkra leghétköznapi dolgoktól, amik a kulturális különbségekből jönnek, hogy mondjuk már nem hordja Kafi a hijábot, vagy milyen érzés együtt bemenni testnevelés órára fiúkkal, először együtt táncolni a szalagavaton. Tehát, hogy tudtam, hogy rengeteg olyan dolog van, amit
ami a kulturális különbségekből fakad, ami egy állandó lelkiismereti konfliktus, amivel nehéz elszámolni neki a mamája felé, aki a legfontosabb emberi kapcsolat az életben is, és azt éreztem, hogy ez nagyon fontos lenne megmutatnunk, mert talán számunkra, a többségi társadalom számára ezek azok a dolgok, amiket nem tudunk, amit nem tudunk, hogy mennyire, hogy mivel jár egy sikeres beilleszkedés, aztán Kafival beszélgettünk erről, és ő velem nagyon sok mindent megosztott, és amikor mondtam neki ezt az ötletet, hogy szerintem fontos lenne, hogy ez a filmben is kiderüljön, akkor azt mondta, hogy akkor találtuk ki, hogy akkor legyen egy ilyen stúdió jelenet, hogy próbáljuk a filmet egy picit, egy ilyen el nem küldött levéllé, egy vallomással formálni, amit esetleg ő is tud használni a jövőben, hogy megmutatja a mamának, hogy mi az, ami történt vele, és hát akkor ebből a filmből jobban meg tudja érteni, és hát én elképesztően büszke vagyok a Kafira, hogy ezeket a nagyon őszintén, nagyon intim érzéseket megosztotta velünk, és akkor ott, tehát hogy abba a vallomás jelenetbe bele tudtuk tenni, és szerintem aztán ez adta a film lelkét, és ez egy elképesztő bátorság és nyitottság volt a Kafitól, és én azt éreztem, hogy onnantól tudjuk igazán megérteni, hogy mi volt a Kafi útja, és mivel jár beilleszkedni egy idegen környezetben. Én is nagyon szívesen csatlakoznék ez a kérdéshez, engem is nagyon érdekel a visszajelzés, hogy vajon milyen visszajelzéseket kaptatok. Nyilván Dorottya, mint alkotó, mint rendező, ugye a filmnek azért nagyon sok utóélete is volt, sokfajta fesztiválon, sok helyen bemutatták, hogyha erről mondanál valamit, illetőleg arról, hogy mennyire vagy megelégedve te magával a kész terméke, nyilván lehet mindig, jut az embernek eszébe, de mennyire vagy elégedett, hogy maga is milyen visszajelzéseket kaptál, és utána nagyon érdekelne, hogy tényleg Kafinak is milyen visszajelzések, látta-e a család például a filmet, hogy esetleg volt-e ott valami visszajelzés a filmmel kapcsolatban itthon is, és ha látták otthon, akkor otthon. Hát a film, én nagyon boldog vagyok, mert a filmnek volt egy nagyon szép fesztivál körútja, több mint 40 nemzetközi fesztiválon játszották, itthon moziforgalmazásba került, 7-8 hónapig játszották a művészmozik, itthon is volt fesztiválokon, úgyhogy igazából ez mindig az egyik legszebb része a dokumentumfilm készítésnek, amikor látom a közönség reakciókat, és találkozhatunk a közönséggel, és látom, hogy kiből milyen érzéseket vált ki a film. És hát ami meg kifejezetten jó volt, hogy Kafival el tudtunk menni közönségtalálkozókra együtt, és ott első körben tudtunk beszélgetni a nézőkkel, és engem az mindig, tehát hogy nekem mindig ez a legnagyobb jutalom, amikor a nézők meghatódnak, meg tudnak kapcsolódni, meg látod rajtuk, hogy megérintette őket a történet, kérdeznek, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok. És szerintem nagy, tehát a film utóélete itthon is, és külföldön is számomra nagyon, nagyon sikeres volt, és én mindig úgy vagyok vele, hogy persze lehet mérni nézőszámokat, egyébként dokumentumfilmekhez képest sokan látták itthon, de hogyha már csak egy kis csoport emberrel is beszélgetünk, és látom rajtuk, hogy megérintette őket a film, vagy elindított bennük valamit, akkor már így megértem, hogy csinálni. Nekem Magyarországon nagyon jók voltak a visszajelzések, meg külföldön is, amikor együtt voltunk a fesztiválokon, nagyon jók voltak a visszajelzések itt Magyarországon, például voltak sok emberek, akik már nem is csak a fesztivál, hanem az utcán, vagy villamoson találkoztam velük, és aztán én nem ismertem őket, de ezt mondták, hogy ilyen láttunk a filmet, köszönjük szépen, hogy megosztottad a történetedet, és azok nagyon jók voltak tényleg hallani, hogy annyi ember megnézte. Nagyon is hálás vagyok azért is. Szomáliában nem látta senki, a családomat inkább még mindig nem akarok mutatni nekik, mert annyira nem fogadták sok mindent is, emiatt inkább most nem állok készen megmutatni nekik, de majd egyszer szeretném, majd egyszer.
Ami még engem nagyon-nagyon érdekel, és szintén ehhez az intimitáshoz kapcsolódik, hogy a találkozásod a kereszténységgel, illetve hogy jársz-e még abba a gyülekezetbe, amit láttunk a filmben, hogy ez a kereszténységgel való kapcsolat az hogyan alakult? Nem járok most ezen erre a gyülekezetre, ahova jártam, de mi mindig én azt gondolom, hogy én keresztény vagyok, nekem nagyon fontos a Isten. De ahogy találkoztam vele, az egyik ismerősöm, annó, volt keresztény, és tőle keresztül lettem keresztény, és pont emiatt is, mert engem nagyon érdekelt, hogy miért vagyunk itt, hogy ki ez az Isten, és tényleg mi az az igazság, és sok más miatt is. És otthon is nagyon-nagyon vallásosak vagyunk, és nagyon hittünk ebben, hogy amit hiszünk, és olyan sok mindent tudtam a Koránról is. És voltak kérdéseim mindig, amit senki nem akart válaszolni nekem, vagy nem is lehetett kérdezni egyáltalán, nem is szabad gondolkodni ilyet. És akkor, amikor ide jöttem, és sok én tudtam nézni, hogy én kereshetek, én olvashatok, amit akarok, és senki nem mondja, hogy ne olvassál, ne csináljál ezt, és én dönthetek. Akkor nekem a keresztény volt közelebb a szívemhez, és emiatt lettem. De inkább ez private-ban tartom a családomról, mert ez ilyen olyan kérdések, nem is lehet róla beszélni, szóval ez csak most itt. Tudok szabadon mondani, hogy ilyen keresztény vagyok, mint mindig. Szuper. Dóri, neked ez volt-e benned ezzel kapcsolatban kérdés, hogy ezt hogyan megmutatni? Ez egy elképesztően nehéz történet, hogy egy muszlimból keresztény. Nem kevés veszélyt is rejt magában. Igen. Egyébként erről beszéltünk a film során sokat beszéltünk a Kafival, hogy mi az, amit megmutathatunk ebből, és pont ezért, hogy nekem ezért nagyon fontos volt megmutatni azt, hogy a film a Kafi választásairól szól, és hogy ez az ő személyes útja, és nagyon fontos volt megérteni azt is, hogy mi vezet ehhez a választáshoz. És azt gondolom, amit ugye Köfi is mondott, hogy neki nagyon fontos a hit, és ez a hit segített abban, hogy itt túléljen, hogy itt be tudjon illeszkedni, és én ezt szerettem volna ennek a pszichológiai mozgatórugóit megmutatni, hogy neki miért volt fontos ez a választás, és hát abban egyeztünk meg, hogy megnézni, amikor elkészül a filmnek a rövid verziója, akkor Kafi megnézi, és ő segít nekünk abban megmondani azt, hogy mi az, ami bekerülhet a filmben, mi az, ami lehet, hogy túlérzékeny, hogyha látja esetleg egy muszlim közösség, de én azt gondolom, hogy pont azért, mert ez a Kafi személyes története a személyes választásokról szól, ezért tudja megérteni mindenki, hogy mi az ő személyes kapcsolata a valláshoz és a hithez. Kafia, te most már ugye 2 éve magyar állampolgár vagy. Igen. Mi változott azóta? Igazából tényleg, ha igazat mondok, nagyon nagy dolog nem változott, hanem csak ennyit, ami biztos, hogy most már könnyen tudok utazni, és a menekült papírjám nem okozta semmi problémát, hogy bárhova menjek, szóval most sokkal szabadabb tudok menni, ahova szeretném. De sokan szoktak kérdezni, hogy na, és akkor most magyarnak érzed magad? De ezért nem igazán. Csak a nagyon jó érzés, hogy tényleg most azt tudok mondani, hogy itt tartozok, és ez most az otthonom, és magyar is lettem, ennyi szerintem egyelőre. És mik most a céljaid, tehát hogy munka területen főleg? Most a modellkedés az, ami nagyon fókuszálok, mert most az nagyon jól megy nekem, és egyelőre ezzel szeretném most fejlődni,
és aztán majd jönnek, és nagyon sokszor az van az életem, hogy mindig van valami új, és ez vezet teljesen másik útra, de most ebben az útban, ahol vagyok, ez a modellkedés az első sorban, ami tényleg nagyon jól megy, és ezt nagyon szépen szeretném megcsinálni, és aztán majd, ha jó lehetőségek jönnek, más opciók, akkor ezekkel. De egyelőre most csak ez a fő célom. Akik így követnek téged így a közösségi médiában, azok tudják, hogy neked nagyon fontos, hogy különböző ügyek mellé odaállj. Ez hogyan alakult, ezt miért érezted ennyire fontosnak? Én mindig azt mondom, hogy a világnak a szüksége van olyan emberekre, akik nem kell mindenben segíteni, hanem tényleg azok mellett álljál, amiben hiszel, ugye? Van valaki, aki ezt hiszi, hogy climate a váltás miatt, van, aki emberekkel szeretne foglalkozni, van, aki szeretne inkább állatokkal foglalkozni, van, akik, mint én, menekültek, és szeretne segíteni, mert ez jobban tudsz, ismersz, jobban tudsz. És én ebben nagyon hiszek, hogyha valamit nagyon értesz, akkor segítse másoknak, és mondd meg, hogy mit gondolsz róla. És lehet, hogy valaki tudna segíteni, és ha sokan elkezdik ezt, mindenki megcsinálja ezt, amit tudja jobban csinálni, akkor szerintem jobban tudunk tenni a világot is, amilyen szeretek a véleményemről is, meg ez, amit én mellett állok elmondani. Tulajdonképpen ugyanez a kérdésem Dórihoz is, mert nézve az ő filmjeit, ugye könnyű leckék, monostor gyermekei, mintha vonzanának az ilyen különleges sorsok, nem? Igen. Meg hát, de egyébként biztos, hogy van egy vonzalmam a különböző kultúrák iránt, és hogy milyen megtapasztalni, vagy hogy mik azok az értékek, amiben beleszületünk, amivel felnövünk, de hogy igazából hogyan formál minket egy kultúra. Tehát, hogy vonzódom a más kultúrákhoz, de közben mégis azt keresem mindig minden filmben, hogy mit az univerzális emberi értékek, de hogy valószínű ez a kíváncsiság onnan is jön, hogy én egy nemzetközi dokumentumfilmrendező mesterképzésbe tanultam a Doknomadsban, ahol 24 osztálytársam volt a világ minden tájáról, és arról szólt 2 évünk, mi alatt így együtt készítettünk filmeket, és együtt dolgoztunk, hogy ilyen elképesztően reflektívek lettünk önmagunkra, arra, hogy hogyan látjuk a világot, milyen megérteni egymást, és szerintem ez tükröződik a témaválasztásba is, de végül igazából akár mennyire is bután egy egzotikus környezet, ugye ott készítettem az első filmem, de hogy aztán mégis mindig azt gondolom, hogy meg tudjuk találni azt az univerzális közös nyelvet, amihez mindenki kötődik. És még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ez tulajdonképpen Kafiához, Dórihoz is szól, hogy miből merítetek erőt? Mert elképesztő lendület sugárzik rólatok, hogy honnan ez az erő? Igen, én is szerettem volna kérdezni, ez nagyon jó, és Kafiához is szól ez a kérdés, hogy honnan jön az erő, és mit gondoltak, hova lehet nyúlni a legnehezebb pillanatba magunkba? Dori? Szerintem. Hát például, amikor csináltuk a filmet, én Kafiból merítettem az erőt, tehát hogy nekem elképesztő volt látni azt, hogy ő mennyire kitartó és mennyire küzd. És közben meg nagyon, én nagyon fontosnak, úgyhogy nekem a dokumentumfilm készítése szenvedélyem, és maga azt gondolom, hogy ez valami olyasmi, amiért érdemes élni, és pont azért, mert ilyen kapcsolatok születnek, ahol lehet, hogyha nincs a filmkészítés, akkor Kafival mi sose találkoztunk volna, de így viszont találkoztunk, és kicsit egymás életének a részei lettünk, és ez egy életre szóló élmény, mind a mellett, hogyha ehhez mások is tudnak kapcsolódni, vagy elindít bennük valamit, akkor ezt érdemes csinálni, úgyhogy szerintem én innen. Én pedig szerintem a családomból. A családom mindig, hogyha valami nehézségben vagyok, vagy nincs elég energiám valamit csinálni, mindig ez a családról gondolkodtam. De a másik dolog az, hogy mindig azt szokták mondani az emberek, hogyha
valami traumád van, inkább felejtsd el a múltadat is, akkor előre lépjél, előre nézzél. De én mindig azt mondom, hogyha valami rossz történt az életedben, szerintem jobb ez megtartani, mint tényleg elfelejteni, mert nem tudsz elfelejteni a múltadat, ez mindig veled marad. De hogyha valahogy erőt tudsz meríteni ebből, és akkor ez tudja mindig előre tolni téged, akkor ezt csinálom, és én mindig ezt csináltam, hogyha valami mondjunk is feladni akartam, és nem akartam tovább csinálni, mindig gondolkodtam ezzel, hogy nem tud feladni, hanem ennél nehezebb helyzetben voltál, akkor erről tudsz, és ezt meg tudsz csinálni, és akkor szerintem nekem ezek a dolgok, amit tényleg történt az életemben, és meg szerintem néhány is, hogyha mondjuk azt látom, hogy nekem most könnyű megy az életem, nincs hova meríteni erőt, akkor megnézem ennél tőlemhez képes nehezebb helyzetet, és akkor azt mondom magamnak, hogy oké. Ennél rosszabb helyzetek vannak, és akkor ez neked most már semmi, szóval ennél jobbat tudsz csinálni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok a gondolataitokat. Kedves nézőink, az 5. Arszakra és Magyar Katolikus Rádió online filmklub beszélgetését látták. A Könnyű leckék, Zurbó Dorottya Könnyű leckék című dokumentumfilmjéről beszélgettünk a rendezővel, Dórival, Kafiával, a főszereplővel és Eperjesi Tamás szupervízorral. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Mi köszönjük. A film elérhető a mai napon, május 18-án éjfélig, az egyik legnépszerűbb internetes videó megosztó oldalon, a Vimeón. Keressék a film linkjét többek között ennek a videónak a leírásában, de az Arszakra és a Magyar Katolikus Rádió különböző platformjain, Facebook oldalon, honlapon is megtalálható a Könnyű leckék, tehát még egyszer, május 18-án éjfélig lesz ez a Vimeo link élő. A beszélgetés az természetesen az sokáig meg fog maradni itt az Arszakra YouTube csatornáján. Legközelebb június 15-én találkozunk majd a filmklub vetítés 6. alkalmán, akkor is tartsanak velünk. Én elköszönök, Gőbel Ágoston voltam, viszontlátásra, nektek pedig köszönöm szépen a beszélgetést, sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Köszönjük szépen!